Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Azt mondják, eljött a tavasz. Elkezdjük vetni a zabot, napraforgót. És hát majd még kitalálom, vagy krumpli, vagy répa lesz ebbe. Közben itt egy... Kaptam egy fendet ilyen... próbára. Hát majd meglássuk, hogy úgy bírja. Nagyon fendem nem volt még. Meg kell ezt is próbálni. Szépen átmegyünk ide a birkatanyához. Vissza nem csuktam a vetőgépet, talán átérünk vele. Nem lesz gond. Ha nem lesz nagy forgalom. De ahogy nem jön a... Jön az autó, ha kell, ha nem. Jön az autó, Istenem. És még szembe is begyinnek, á. Egyszerűen nem is értem. Mindenki siet. Valahova. Na mindegy. Mind csináljuk a dolgunkat. Ide lesz szakva. Az az érzésem, hogy hát így hosszabb talán a bőd. Amint meglássuk. Na, lekapcsoljuk. Azt mondja a naplapó. Círok. Na, hát. Zabot akarok. Állasz. Na, hadd menjen akkor. Szerintem a GPS-el jó. Mehetünk. Szépen. Na, hadd van. Hát nem hiszem el. Na, jó lesz. Jó van. Na, egy a főjebb kapcsolunk. Jó. Ez a háromból. M3-ban. Jó lesz. Jó, hangos az a traktor. Hangosabb, mint a Valtra. Hangosabb, mint a Valtra. Na minden. Ez is már olyan, mi állapról. De nagyon erősen, ez egy 100-as motorra. Van szerelve. Mehet? Mehet. Hát ez még egy... Ennél jóval nagyobb vetőgépet elbírna. Hát nagyon hangos.
Hát majdnem így kéne hosszára vetni, nem? Próbáljuk hosszára vetni. Hát, ha jobb lesz úgy. Így is volt szántva végül is. Na lássuk. Hát ez nagyon hangos ez a traktor. Ordít a motorja. Szépen lett. Ajjaj, akkor hangja van. Meddőzzük azt a korona lelkezni. Szépen vetni. Csak el kell vetni az abot meg a napraforgót ebbe a hónapba. Meg vagy burgonyát, vagy répát még majd kitalálom. Mert küldve. Majd még kitalálom. Na. Hát nem álltott volna megtartsázni. De jó, az mi az Isten barátban áll? Elmegy egy GPS. Hello. Mindegy ott. Még egyszer majd végig kell menni rá. Dupla vetés. Ah, nem valami jól fordul. Valtra jobban fordul. Szerintem. Volt jó, hogy GPS-ját beállítva. Kicsit kiebb kellett volna menni. De mindegy, majd. Mindjárt most még megcsinálom már. Az a biztos. Már megfeledkezem a végén aztán. Megfeledkezem róla, aztán úgy marad, kimarad. De itt még jó volt, hát én nem értem. Mennyivel simán van még? Baj, megcsinálj.
Ez egy jóval nagyobb etőgépet távírna. Van egy traktor. De hát de jó, most nem lehet tetszik ez így nekem. Volt, hogy csöndesebb. Itt van a tető azért talán, vagy én nem tudom. Aha. Na, mindjárt csöndesebb lesz az. Nyitva felejtettem a tetőt. Ha nehezebb fordulod, de vissza a nyomjába. A GPS nyomba. Szerintem sokkal gyengébben fordul. Jó, hát egy nagy munkagép ez volt ezzel a lóerővel. 500 lóerő. Ez szélesebb, nagy kombinátor, az jó, biztos. Ja. Kijebb kell. Jobban kijebb kell menni. Mindjárt másabb, csöndesebb egy kicsit. Ide megy zab. A másikban meg napra forgó. Meg oda is napra forgó. Ott még van, azt hiszem, egy föld. Nincs elvetve. Ja, kiább kell menni. Nem tudom, a szomszéd mit szól, hogy a pődjén fordulok meg. Hát de gondolom, majd ő is az enyémén. Az oda-vissza játék. Oda-vissza. Vészi ám el a 4-ben is. Elég kele. Egy kisebb fordulattal megy. A motor, na hát jobban bírja, biztos, hogy de. Azzal a nagy motorral, mint a kisebb traktorok. Azért így visszafordul, ja. Ez is. Ja. Biztos, hogy be kell dülőzni. Ne menjünk bele a szomszédnak a földjébe, ahogy belevessek. Már nem tudom, mit szól hozzá. Nagyok ezek a traktorok ide. Nagyon nagy.
Amúgy nagyon jók ezek a traktorok. Amúgy nagyon jók, mert megbízhatóak, erősek. Talán az egyik legjobb traktornak mondják most a márkák között. Az egyik legjobb traktornak mondják. Tudom. Ha nekem a Valtra nagyon tetszik, ez nagyon kényelmes gép. Most simánban megy talán. Talán lehetséges ám, hogy az a baj, hogy meg két volna ezt csak kombinátorozni előbb. De hát mivel is ez a vetőgép amúgy? Tehát a sima földbe is beleveti. Bele húzza azért a vetést. Szerintem. Arra is vannak ám hatalmas főnek, még ott van kettő nagy fő, de... Van itt mi? Van itt mit? Bérmunkákat én nem csinálok. Nem fizetnek itt olyan jó, hogy érdemes lenne beleállni dolgokba. Megpróbálunk a saját hölgyeinkből megélni. Meg nem is nincs is idő, hát el kéne menni kaszálni is. Megnéztem a rétet hajnalba. Igencsak lenne egy kaszálást adni neki. Úgyhogy van itt munka, most elkezdődik szavaszi munkák. Nem érünk rá nagyon bérmunkába elmenni. Mondjuk megvan hozzá a géppark. Gondolom sok vetés van, meg talajmunka. Tehát... Csinálja meg mindenki magának, az a biztos. Az a biztos. Ma... Átalítjuk. Szépen be bedülőzöm. Na, hadd menje. Hadd menje. Jó hosszú ez a főn. Bedülőzöm. Itt lehet majd forgolódni akkor. Nem lesz muszáj vele menni a szomszéd fődjébe annyira.
Csak. Igen, csak. Megnézd itt a gaz. A szomszédnak is. Az a baj, hogy hengeredni is kell ám még ezt majd. Hogy áll lesz a hatalmas hőnek, az összeset meg kell hengerelni. Meg kell tömöríteni a veteményt, a vetést. Közben megnéztem a... nem így beszélek a meleg... vagyis hát a fólia sátrat, hát... Igencsak... Igencsak volt is ára bőven, úgyhogy... lehet megvinni a piacra most már. Van saláta... paradicsom... meg eper. Meleg ágyba. A meleg ágyba. Fólia sátorba. Na. Az a baj, hogy ezt nem lehet folyamatosan. Egyszer az emberre rászakad a munka. Hirtelen annyi munka lesz, hogy nem győzi egyedül csinálni. Úgyhogy lehet, hogy majd... szólok valakinek, hogy segítsen be, mert... egyedül nem győzem. Egyedül nem győzöm, így, ebből a felállással. Száj vagyok rámenni, mert nem fordul ez a gép olyan jól. Nem fordul olyan jól. Néztem én, van ilyen 12 méteres betűgép vontatott. Hát, lehet, hogy érdemes lenne megvenni azt ide. Már jobban haladna az ember.
jobban haladna. Meg hát ez a gép bírná. A bírná azt a Valtra is végül is. Na. Ő hívom én a Pistát. Hogy jöjjön aztán segítsen. Ügyes ember az, tud vezni szépen egyenesen, hát meg a GPS-szel el se lehet rontani. A háló Pista. Haló. Igen. Mit csinál? Ráér? Hát ráérek, itt vagyok. Na, jöjjön be, aztán kéne folytatni a vetést, mert nekem volna más dolgom is. Jó, megyek, én fél óra múlva vagyok. Oké, rendben, köszi. Visszahallásra. Visszahallásra. Na, jön a Pista, aztán szépen csinálgassa már. Egyszerűen nem győzöm össze. El kell menni az időhoz. Meg kell nézni a bólia sátrat, mert hát igen, idő. Jó napot! Jó napot! Na jöjjön, ezt csinálja akkor. Cseréljünk helyet. Oké, rendben. Menjen ezt csinálni. Na, és te az ott van messző. Ügyesen én meg akkor rámegyek a jó messzire kivennek. Elmegy ott a nyár, aztán elmegyek a kis tárogtóért. Felakasztom az utánfutót. Itt van az is. Van gyapot is. Nem tudom, hogy mélyek elkezdtek-e már dolgozni. Nagy Isten! Ez is jó, koszosan le van ide rakva. Elkezdtek a mélyek dolgozni, mert van már méz, ajjajjajjajjaj. Na, menjünk csak gyorsan. Itt a nyár, jó messzi van a... Ide is még napraforgót követni. Azt akkor... Majd ott a... Ezeknek a földeknek a végébe. Van még itt ez a két kisebb föld is. Mondod, hogy jövő hónapban lehetek követni szóját, meg cirkot. Ugye felakasztok az utánfutót is. Egyedül a platós, ez kávé is lesz.
Ezek a mosókkal bajban vagyok állandóan. Nincs elmosva semmilyen gép. Egyáltalán. Az is tiszteletek. Ja. Szurkosszok. Szépen. Az. Elmegyünk a város szélében van a Ólia sátrak. Most ha megrakódunk. Ó, jönnek ám itt a messzes. Aki vinni már nem tudják az asszonyok szedni a Ólia sátorból a... az őrikája, mert a... Á, ne üssenek. Nem tudják szedni a... az élet termést, aztán rám maradnék. Nem szeretném már, ha ennyit dolgoztunk. Annyit dolgoztunk vele. Mondhatod, hogy milyen hosszú szerelménnyel vagyok. Nem semmi. Már is se. Akkor az kifordulni a kis tárantól, hogy meg kamion. Csak úgy repasztunk, ez az. Ő lassú, csak hamar, itt azt a... Le kéne fordulni. Ott a paradicsome. Jó, sok őszórjuk. Kézzel. Állítom a motort. És ezt kéne. Na, van, de vagy úgy te sok izé. Pari, ajajajajajaj. Na mindegy, rakjuk. Úgy kéne szedni, mindjárt, hogy mindjárt fel is tegyem. Az is sok főférám rá. Kettő magasba. Megkötöm azt akkor. Mondom, itt az asszonyok már nem tudták szedni, hát ezt nem lehet csinálni. Hát ez is csak egy plusz munka. Hát jó ám a pénzben, nem? Búj, mit csináltunk, ember? Lerántottuk az egészet.
kihúlik a dobozból az összes paradicsom. Ha le kell kötni ezt, akkor nem lenne ilyen gond. Gyerekes. Mindjárt nem gondol le. Ilyet csinálni.
Na, rendőrrel nem kéne találkozni. Mi a rakom anyja, szerintem. Biztos nem dicsér meg. Hogy jól meg akvárd az autó. Na, hogy van? Kitolatok? Hát ez fel fog borulni. Van? Hát ez túl van rakva, igencsak. Rá kell vinni egyszerre most. Nagyon sokat. Nem érünk rajta forgulódni. Ajjajjaj. Biztos jó pénzt kapunk ezért. Ezt hogyan rakom meg? Rengeteg van. Rengeteg. Ajjajjajjajjaj. Ez aper, ez jó pénz lesz. Jó pénz lesz. Ezt is ő rakjuk három sorba. Az már biztos. Ma biztos, hogy ezt is felrakom három sorba. Még többet tudjunk elvinni. Meg is kéne kötni. Ja. Biztos. Nem tudja leásni. Az. Köszönjük csak meg. Elég egyet. Már meg is adjunk egyet. Na, adjunk el meg is egyet hát. Ez. Ja, na. Mennyi anyag van itt még? Van bőven. Ajaj. Nem tudom, hogy át tudom-e vinni. Na, talán. Nem bírom elvinni. Nem bírom elvinni. Nem is bírjál az zara. Összeragyik alatta. Mindjárt meg kell kötni, muszáj vagyok már. Már leverem a másikkal. Oj, jajajaj, hova repülti? Ki repült a kerítésre? Zárra kell menni hozzá. Na még ezt szóljuk kiszámba egyik, aztán azt hiszem, hogy elég is lesz a kis arónak, valahogy utánfutóval.
Na, lekötözzük azt a... hogy menjél. Az, hadd nem. Hát, talán legalább is jó sikerült. X. Az. Na, ennyi. Más valami. Annyi dolgi lesz ebbé. Van még ott rengetegben. Az külön egy ember kell ide. Én úgy látom, hogy ezt a rengeteg primérárut el tudjuk vinni. Ez már nagyon finoman kell menni. Nagyon finoman. Szerintem a Pista meg ma végzett a vetéssel. Azt is meg kell nézni. Hát jól van, egyelőre most ez van. Ezt most el kell vinni. Csak a rendőrök kinnen legyenek. Meglátják, lelőnek. Nem ismerek nagyon meg. Ne látsod. Villognak ám. Mit viszek? Na, kijössz? Gondoltam, hogy kijössz, ha nem érsz rá, egyszerűen nem érsz rá. Sietnek, állandóan sietnek, mindenki siet. Hova? Azt nem tudom, egy. Finoman. Finoman, finoman, jó. Jó, a pég. Megfogja. Egy. Elmegyünk arra. El tudtuk volna menni itt is. De elmegyünk onnan. Itt elmegyünk az épület mögött. Elég összeáboldulni. Ava a hosszú utánkutóval. Na. Majd az emberek gyorsan lerakják. Már el is kezdték. Hogy menjen, szívjuk. Elég tudnak dolgozni. Na, folytassátok. Már nem kell ez az egy láda. Áj, emberek, emberek. Úgy látszik, meg kell neki. Na, hogy nem. 3 millió, láda, egy láda. 10 000 forint. Nagyon megérni. Tudni kaptunk most. 10 millió forintot.
ha... Nagyon megéne. Ez a póliós átadás, ez... Póliázás, ez nagyon megéri most. Jába. Rengeteg látnivaló is. Olvassuk, hogy mi a helyzet. Az apel az nagyon... Nagyon érik, be van érve, tisztán. Nagyon átraktam oda. Fogja. Mennek az asszonyok. Leszettek egy csomó áprit. De hát még van, rengeteg van rajta. Nagyon bejött ez a póliálás. Nagyon bejött. Rengeteg van rajta. Ajaj. Ez is három sorban lesz, akkor ez is lesz egy pár millió meg. Mondom, nem kérdve. Az pont papír. Ajjaj. Ne is. Na. Jó, hát felrakjuk két sorba egyelőre. Az a fuvar, az csak keper lesz. Csak keper. Na, elfogyott. Akkor rakunk az alulról, hogy legyen ez is új. Hát.
Na. Hajra kap. 1, 3, 5, 6, 7. 7 rakap. Jó. Az jó lesz. Szépen kitolatunk. Jó, és ők annyit adnak ezért. Ma. Előre menjünk ma. Hátra. Na, jön valaki. Nem jön senki. Na, menj. Na, a vetés még nem megy. Nem tudom, ez az Agro ZRT, ez fővásárolja drágában minden valam. És utána majd meg jó pindjel eladja neki. Gondolom. Gondolom. Egy millió 683 ezer forint. Jó. Az már, már ez egy jó kuvar volt máma. Jött egy kis pénz meg át. Új, rab, ez jó. Jó, sikerült. Nagyós. Menjünk a szám. Nézzük, hogy a Pista mit csinált. Na. Na, hogy jönnek ezek. Aki jó, nem, ajjaj, az is megállott. Kiengedi. Na menjünk már. Na, sietek. Na, a kanyarokban úgy megy, mint a Fittipaldi. Kerestünk. Aj, 10 milliót, máma. 10 milliót. Simán. 300, sőt, több lett már 308 millió. És
is csak 320. Nem is. Itt is hagyom ezt én ezt az autót, mert de mélynek dolgoznak, akkor maga még elviszik a vizét. Egy gyapjút. Na. Ott a Piste. Végülött. Mit csinál az itt? Üdül! Na, miért nem nyomja neki? Végülött. Százszázalék trágyázott hengerelést igényel. Hát ezt mondtam. No, Piste meg elment haza, én bement az öreggel beszélgetni, lehetem. Valami elment az öreggel beszélgetni. Ja, aki állítom itt a övének. Na, én meg jó. Kellemesen elfáradtam máma is. Kora reggelre. Mondom, ennek aztán lebbjenek egy kicsit, majd délután visszajövök. Na. Minden is még szitatunk. Ah, csak. Megállszkodom a lábad, hogy mit csinálok. Ah, Pist, akkor szólja neki. Oké, fogom, tudom magam. Na, én meg kiszállok. Na, visszlát, jó munkát. Már aztán... Jó, már be lesz. Hogy ma lett ez ki? Istenem. Vegyám a puriga, vegyám a puriga. Oh, na, fordul is vissza. Egyes gyerek az a Pista. Én álltam bele ide rosszul. Na mindig. Na, ma vannak mindig elődek. Nem láttak még talán ilyen traktort. És a Pista van itt, a Mariska. A Mariska van itt, he. Ó, ügyes lány az.
Na. Csak dolgozzon, Mariska. A Pista hova lett? Ez az el a Gába sziget ottan, ja. Na, az őzek. Az őzek. Ez mi kávét. Na, viszlát akkor, sziasztok. Folytatás következik. Szavaztok.